mérkőzésnek és a naptári évnek is úgy vágott neki az Audi Eto, hogy újabb kulcsjátékosok hosszabbítottak szerződést a klubbal. Azt már korábban a decemberi Európa-bajnokság előtt bejelentették, hogy a norvég kapus Kari Elvi Grimsbø marad a csapatnál, és most a két holland válogatott, az EB legjobbjának választott Nike Groth, valamint Yvette Brock, illetve Bódi Bernadett és Janek Nedvikova is úgy döntött, továbbra is az Eto-ban képzeli el pályafutását. Az NBA 10. fordulójában a Moson-Magyaróvár elleni meccsen már a kezdéstől az Eto akarata érvényesült. Ambros Martin együttese az első 30 perc után 10-zel vezetett, 21-11 volt ekkor az állás a zöldfehérek javára. Nora Mörk 8 gólt vállalt az Eto találataiból az első játékrészben. A szünet után bátrabb játékot mutatott az Óvár, az Eto fiók csapatában akadt, aki remek teljesítményt nyújtott a Győr ellen, de felzárkóznia nem sikerült a hazaiaknak. Az Eto-ban a legfiatalabbak is lehetőséget kaptak, így pályára lépett Varga Emőke Pál Tamara és Moharos Vivien is. A bajnoki címvédő 36-23-ra nyerte a találkozót, és továbbra is az élen áll a tabellán. A Győr következő meccsét kedden játssza, 18 órakor a Fehérvár ellen az Audi Arénában.